Miből utazol? Ez a kérdésem. Külföldre. És hogy folyamatosan. Sorolj fel 3 európai fővárost. Óra indul! Budapest! Sorolt fel a szerinted 3 legjobb magyar műsorvezetőt. Óra indul! Sumár Vanda. Mi az az Alejandro? Jó hallottad, Risnyák Alejandro! Bocsánat, elnézést, mert el is kezdtük az adást. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlapsztori extra kiadása, amiben folytatjuk a beszélgetést csodálatos vendégeinkkel, Balázs Mercivel és Schumacher Vandával. Szevasztok! Itt is tolok egy tapsot, sziasztok, lányok! Na, hát akkor kezdjük. Mielőtt játszunk, nagyon jó kis játékaink vannak, de akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Kérlek, most tedd fel ezt a kérdést. Igen, hogy ezt készültem, úgyhogy nagyon sokszor olvasom a te oldaladon a kommenteket, nézlek, követlek, rajongok. Miből utazol? Ez a kérdésem. Külföldre. És hogy folyamatosan. Tehát nem dorogig. Imádom ezt a kérdést. Azért külföldre? Bármikor, amikor TikTokon elkezdek így egy videót, hogy na most elárulom, miből utazok ennyit, tudod? Azonnal feldobja az algoritmus, így pörögnek a több százezeres megtekintések. Nyilván a végén elmondom azt, amit akarok, végignézik a videót, és igazából sokkal több követem van, ami megtekintéseket akkor is. Akkor most mondd el, ja, igen, tehát a válasz nem jött meg. Értem, hogy megnézik TikTokon, de miből? Miből, pénzből. De akkor jó, tehát dolgozol? Mondjuk el, hogy te egy karrierista lány vagy, igen. Azt mondtad itt nekem a szünetben, hogy én azt mondom, hogy nem tudom rólad, hogy az vagy. 15 éves korom óta az RTL-nek dolgozom. De olyan szinten, hogy én például nem jártam középiskolába, mert forgattam már. De mit dolgoztál, mielőtt képernyős lettél? Hát ezt. Tehát jaj, jó, tehát, hogy 15 évesen akkor kezdtem. Akkor kezdtél az éjjel napon? Nem, akkor ott még statiszta munkák voltak. Onnantól kezdve kezdtem el folyamatosan dolgozni, hiszen én vidéki voltam, tehát oda nem tudtam visszamenni suliba. Feljöttem Pestre, akkor elkezdődött ez az egész tudott káver, és utána végül is beállt, hogy utána jött a tanár című sorozat, utána az éjjel nap a Budapest 3 évig, mellette csináltam a mellékhatást, rengeteg kisebb dolgot, utána Belevaló, Hotel Margaret főszerep. Tehát, hogy igazából, aki logikusan végignézi azt, hogy én éveken keresztül folyamatosan képernyőn voltam, nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Én is, és sose jutottam külföldre, hallod? Valamit akkor elcsesztem. Akkor valamit rosszul. Nagyon durván. De mondjuk cserébe nekem nincs autóm, nem vettem házat, és jók a befektetéseim. Játszunk! Nagyon egyszerű a feladat. Úgy, tökéletes. Nyertél. Az volt a feladat, hogy ki fog először rácsapni erre a piros gombra. Köszönöm. Ugye hát a Szerep vagyokban is volt egy jó kis piros gomb. Hát azt meg is szívtátok rég rendesen. Most az a játékszabály, hogy 5 másodpercetek lesz választ adni, és amikor kimondtátok az utolsó jó választ, akkor rá kell csapni. Jó? Ilyen nagyon egyszerű, és külön-külön fogjátok a kérdéseket kapni. Merci, veled kezdjük, jó? Figyelj! Sorolj fel 3 európai fővárost. Óra indul! Budapest, Oszló, és Prága. Sajnos kicsúsztál az időből. De majdnem megvolt, majdnem megvolt. Budapest Oszló, pont Oszló. Tényleg? Ez jutott össze. Igen, ez jó. Az főváros. Szép, persze. Jó, de ezt gyönyörű. Súgták neki. Vanda, mi volt a 3 legkínosabb dolog, ami a Celeb vagyok Mencskinnenben történt veled? Óra indul! Amikor rám tettek egy pókot, amikor nem tudom, nem történtek kínosak, amikor bepenészesedtek a bugyim, és amikor nem volt kajám. Merci! Mondj 3 dolgot, ami mű rajtad. Óra indul! Szempilla, haj, száj! Na, ezt nyert, tudtam, hogy ez menni volt. Fog. Ebben ez biztosak voltunk. A következő. Vanda, sorolj fel 3 Forma 1-es pilótát. Óra indul! Leclerc, Michael Schumacher, és... szóval nem tudom! Van az a híres francia fasson. Istenem, nem? Te hallod? Nem éltem, mondjuk. Igen, breakdown-on volt, igen. Micsoda segítséget nyújtottál itt 8 másodpercen késő. Gondolkoztam, hogy így budod. Úristen, micsoda sportszakértő vagy. A sportál már egyébként harccal értetek, hogy nem tudod dolgozni. Ez nagyon ciki. Nem baj. Merci, figyelj. Sorolj föl 3 magyar írót. Petőfi Sándor, Gatyában Dácsa, Vörös Martin Mihály, és Arany János. Jó, szép. Figyelj, vezetsz, jócskán vezetsz, jó, nagyon durva. Jó, egy kicsit másabb kérdésem van, mint a Vandának, hozzá kell tenni. Oké, figyelj, Vanda,
sorolj fel három szexi magyar celebet! Gregor Bernadett, Cédesz és Vasvár Vivian. Itt ülök, van. Még ücsöröghetsz itt egy darabig vihikért. De annyi, hogy itt ülök. Nem jutott eszembe teljesen. Ja, értem, jó, értem. Tehát egyből oda néz, ide se néztem. De mert is eljutott eszembe, így csinál, így csinál. Én is kiúztam. Bocsánat, annyi, hogy én is kiúztam magam, mindegy, örülök, hogy ezt nézett. De amúgy Vasvári Vivian szexi. Örülök, tehát Vasvári Vivian Cédesz és Gregor Bernadett férfiakat nem jutott eszedbe, hogy férfiakat sorol fel? De a férfiakra nem azt mondom, hogy szexi. Ja, értem, bocsánat. Vagy csábos, vagy hogy jó, oké, okay, jó volt, jó volt. Persze, tök jó volt. Merci, hasonló kategória. Egy pontom van, ne sajnáljátok már tőlem. Oké, okay, megkaptad. Sorolj fel, három, hüllőt, óra indul. Aligátor, teknős és béka. Úristen. És marad két másodperc. Nem tudom behozni ezt. Nagyon menő vagy. Nem, én tudtam benned. De még javíthatsz, Vanda. Vanda, sorolt fel a szerinted három legjobb magyar műsorvezetőt. Óra indul. Sumár Vanda, Balázs Mercedes és Kamarás Norbi. Peti, oké, okay, Peti, ha nézed, akkor szegény mindjárt. Peti. Hirtelen tudod, Peti, csak ezek jutottak eszébe. Ha pontot vesztek, ha nyerek, mindig. Jó, ez jó volt, ez rendben volt. És az a jó, hogy nincs benne egó semmi egyáltalán, még véletlenül se. Merci, sorolj föl három sármos magyar pasit. Froner Fecó, Urbányi Krisztián és Lakatos Levente. Jó. Elfogadjuk, benne volt. Persze. Jó. A Leventét fogadjuk el, mint sármos magyar férfi. Mindent elfogadom, teljesen ugyanezt gondolom. Mert a párját mondta a Krisztiánt, oda tetted, mondjuk a Fecót előre sorolta, én igen, nem akarok ezt szólni. Egy kicsit. Gondolom, hogy mondtam volna, hogy a Kamarás Norbit azonnal mondtam volna amúgy, de csak azért. Bocsánat, Puskás Peti itt is kimaradt. Szegény Peti, amúgy én belekezdtem volna, mindegy, nem a szegény játék. Most ezzel vissza tudtátok volna hozni. Elfelejtettem a nevedet, be kell vallanom. Úristen, Marci László. Mindenki nem érdekes. Laci. Vagy Luigi, tök Laci, mindegy, Luigi, senki de nem. Hogy... Figyelj, Vanda, utolsó kérdés, ezzel szépíthetsz, jó? Sorolj... Még hát, mondjuk egy ilyen tiszteletbeli X-re. Sorolj fel három dolgot, amit otthon, unalmadban csinálsz. Óra indul. Mosogatás, porszívózás és teregetés. Úristen, szép. És mindegyik házi és munka. És mennyi izgalmas dolgot mondtál, amit meg persze, tudunk persze, most sosem unatkozom. Nagyon jó. És van még egy játékunk, én ezt már előre élvezem. Betűk vannak a kezemben. Mondani kell valamit vele. Nem igen. Látok rá odáig. Hát, tartsam én. Nagyon egyszerű a dolog, mert a Blick címlapsztori betűi vannak itt a kezemben egymás után. Igen. És nektek egy történetet kéne rögtönöznötök úgy, hogy mindegyikötök csak egy mondatot mondhat az adott párbeszédben. És a történet alapja a következő. Egy bárban találkoztok egymással, kicsit spiccesen, éppen kikértétek a második és a harmadik koktélotokat, ekkor elkezdtek beszélgetni a pasikról. És kiderül, hogy mindketten ugyanazzal a pasival kavartok, kinek neve Alejandro. Alejandro! Jó? És mondatonként kell váltani, jó. És mindig mutatom a betűket, hogy mivel, ezt most akkor kezdje Vanda, ez az első mondatod. Ezzel a betűvel kell, hogy kezdődjön. És találkoztok. Bárcsak ne egyedül lennék itt most. Oh, La France. Én itt vagyok veled. Ide ültem, hogy megszépítsük a dolgokat. Jó. Iker testvérem, vagyis nem tudod a rendes nevemet. Jaj, bocsánat. Elnézést. Azt hittem, hogy másodit. Kire gondoltál? Cicis fekére. Így, te sohoz, lehet nem lesz jó, hogy ennyit iszol mostanában. Merci a nevem, azt még tudom. Lenyűgöző. Hogy te is pont itt vagy ezen a műstén. Ah, ugyan. Tudom, hogy mindig jó társaság vagyok. Pedig azt hittem, hogy egyedül leszek ma, és Alejandróval találkozom. Ki az az Alejandro? Tényleg
hazad, ez... Te nem tudod, hogy Alejandro szerelme. Ó, Istenem! Alejandro? Milyen Alejandro? Rizsnyák Alejandro. Tessék! Jó hallottad, Rizsnyák Alejandro! Igaz ez? Rizsnyák Alejandro! Az ennyi. Gyerekek, ezt szeretném megtapsolni. Hát ez szörnyű volt. Szeretném elmondani, hogy majdnem bepisíltem. A Merci, az A betűn, én úgy kezdtem mondani, hogy A. Az O. O. Az S-nél S. És az, hogy rögtön felvette, hogy L. L. Úristen! Gyerekek! Úristen, de jó volt ez. Ugye végre rögtem amúgy. Nagyon gratulálok, nagyon jók voltak. Jó volt a sztori egyébként. Egymásra hangolottatok. Konkrétan kifolytak. Azt mondja, Rizsnyák Alejandro. Úristen! Csajok, köszönjük, hogy itt voltatok. Én is köszönjük. Úristen, Viki, neked is köszönöm, hogy ma itt voltál. Kivételesen. Én is megtiszteltetés volt. Talán még hívunk, találkozunk veletek most vasárnap a Címlap Story következő részében. Iratkozzatok fel YouTube-on, léci tényleg. Sziasztok, találkozunk vasárnap. Hello, hello.